Ha kérdéseid vannak... Honnan fogom tudni, hogy melyik a jó erő? Tudni fogod. Csak légy nyugodt, békés, szemlélődj. Ha válaszokat keresel... Ez a valami egy vírus? Pontosan. Ez esetben a bárányhimlő vírus, amit genetikailag úgy módosítottunk, hogy használjon és ne ártson. Ha szomjazol a tudásra... Fogalmat sincs, mivel állsz szemben? A Shakespeare összessel? Jó anyád tudja, hogy ruháit viseled? A hajta kíváncsiság? Két lehetőséged van. Velem vagy, vagy elmész. Melyiket választod, rózsaszín? Elmondjuk a megoldást. Hallani akarom az ajánlatot. Roboraptor Rádió. A Geek Filmes Kibeszéli Podcast. Szép napot kívánok, én Zsoltérini Dániel vagyok. Én pedig Mucsicska László, sziasztok! Ez itt a Roboraptor Podcast live, élő, filmes, kibeszélő műsora, és a mai nap pedig a Ghost in the Shell-ről fogunk beszélgetni. Múlt héten nem volt ugyan adás, úgyhogy ezt most pótoljuk, és a héten majd még egyszer fogunk jelentkezni. Ghost in the Shell-ről fogunk beszélgetni. Okay. Lehalkítod? Lehalkítom. És minek nézed, hogyha itt vagyunk élőben? Egyébként áruljuk el, milyen nem volt múlt héten adás. Áruljuk azért, el. Mert hogy amikor kijöttünk a sajtóvetítésről, akkor aláírattak velünk egy titoktartási nyilatkozatot, hogy embargós a történet, és egy napig nem beszélhetünk róla semmilyen formában. Úgyhogy múlt héten csütörtökön emiatt halasztottuk is a kibeszélőt, és áthelyeztük erre a napra. Valószínűleg így már ti is jó sokan megnéztétek, úgyhogy van értelme róla beszélni, hát beszéljünk róla. Hát meg annál is inkább, ugye az általában annyi ilyen szakmai titkot elárulhatok, hogy általában, hogyha egy sajtóesemény ennyire embargós, ez két dolgot jelenthet, hogy vagy annyira rossz a film, hogy nem akarják, hogy még idő előtt rossz kritika jöjjön ki, vagy pedig annyira tök jó, hogy ezt a meglepetést minél tovább akarják húzni a nézők közönség számára. Azt hiszem, hogy az utóbbi történt a Ghost in the Shell esetében. Bár... De azért tegyük hozzá, hogy Amerikában nem volt ennyire pozitív a visszhangja ennek a filmnek, meg egyébként, hogyha végignézzük a magyar sajtón, akkor kb. Mi voltunk ketten azok, akik így viszonylag jó kritikákat írtak róla, de egyébként elég sok lehúzta, hogy megmondom, mi ez a hülyeség, meg mennyire tré, hogy mi köze ennek az eredetihez, meg hasonlók. Hát már én tök sokszor azt éreztem, és most nagyon-nagyon fog engem gyűlölni nagyon sok ember, de ment ez a eltartott kisúlyos filmkritikusi sznoboskodás, hogy hát ez nem olyan, mint amilyen 95-ben volt az anime. Hát csak szerintem nem kell számon kérni egy 95-ös animét egy hollywoodi blockbusteren, hogyha alapesetben jól használja fel valami az alaptörténetét. Az pedig ugye, ami miatt nagyon sok kritika érte ezt a Ghost in the Shell, az az, hogy kiveszed belőle az a szellemiség, és az a mondani való, ami egyébként egy ilyen számomra teljesen megfoghatatlan hülye műszó, hogy mondani való, ami jellemezte a 95-ös animét. Hát én pont előtte pár nappal néztem meg, és igen, na boom, tényleg nem pont ugyanolyan, de én azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem probléma. Szerintem sem baj, és azt azért tegyük hozzá, hogy az eredeti 1995-ös Ghost in the Shell-t körbelengi valami nagyon furcsa pátosz, és pontosan emlékszem rá, hogy amikor az osztálytársaimmal megnéztük, akkor így az volt kb. A megfogalmazás vele kapcsolatban, hogy tök jó volt, nagyon jó, nagyon imádtam, de nem értem. És ez igen, ez egy másik kategória, amikor így tudod, úgy érzed, hogy na most valami nagy, fontos, jelentőségteljes dolgot láttál, de vagy túl kicsi vagy még ahhoz, hogy megértsd, vagy akkora volt a hype körülötte, hogy egyszerűen nem tudod hova tenni a dolgot. Én tudod, mivel voltam így? A Shining-gal. Addig hallgattam, hogy mekkora film a Shining, hogy mire oda kerültem, hogy megnézzem, addigra tökéletesen hidegen hagyott. Tehát, hogy egyáltalán nem működött nálam semmi, amit a Shining-nak így felszoktak emlegetni, mitől nagyon-nagyon jó, és én ezt mondjuk elismerem készséggel. De valahogy azt gondolom, hogy ez a Ghost in the Shell-nél is ez történt. Volt egy nagyon erős alap, aminek van ez az óriási nagy kultusza, és akkor ezt kellett volna meglovagolnia ennek a filmnek, ami hát láthatjuk, hogy nagyon-nagyon megosztóra sikerült. De beszéljünk szóval először arról, hogy mondjuk te és én, akik egyébként nem fogyasztunk animéket, nekünk miért tetszett ez a film?
Mármint az eredeti 95-ös? Akár vagy, az vagy is, ez? Vagy akár ez. Hát a 95-ösben egyértelműen azt tetszett, hogy volt egy cyberpunk világ, amiben van egy ilyen mesterséges intelligenciákról, illetve az emberi léleknek a miben létéről filozofálgató film, és hát ugye ezt szokás elmondani a Ghost in the Shell-el kapcsolatban, hogy a filozófikussága az milyen nagy volumenű, és hogy ez ugye most a hollywoodi újra remake kapcsán ez nincs meg. Való igaz, és akkor még így nagyon-nagyon távolinak tűnt minden, amiről ez a film beszélt, és talán ennek is köszönhető a kultusza. Most már egy picit azért közelebb vagyunk ehhez. Tehát még nem rohangálnak mesterséges intelligenciák az utcán, meg a mesterséges intelligenciát amúgy sem úgy kell elképzelni, mint amik szaladgálnának az utcán, de azért most már jóval közelebb állunk ehhez. Én két-három kommentet hadd olvassak be. Adrián azt írja, hogy ő, bocsánat, Bordán Adrián, igen, azt írja, hogy ő elaludt rajta. Na, tehát ez az egyik véglet. Valaki azt kérdezi, hogy mi rapperek vagyunk-e? Én személyesen metálos vagyok inkább, de így mindig rapperek. László, miből gondolod, hogy rapperek lennék? Annyira nem pörög a nyelvünk, és nem beszélünk rímekben, de ez, kíváncsi vagyok most, hogy most már kommenteld oda, hogy miért gondolod ezt. Szóval visszatérve a filmhez, onnan indultunk el, hogy valóban nem ugyanaz a szellemiség, mint ami az anime, de ez egyáltalán nem baj. Tehát egy hollywoodi film nyilván nagyon sok mindent egyszerűsít, pontosan azért, hogy sok mindenki számára befogadható legyen, és halál egyszerű az üzenete ennek a filmnek, meg az egész mondani valója, de ez engem nem zavar. Tehát, hogy jók voltak a színészek, jók voltak benne az akciószekvenciák, nagyon jó volt fényképezve, szép volt minden, tehát hogy ezekkel általában mindig fölhozzuk problémaként, hogy valami így kilóg, nekem nem lógott ki semmi. És azok az elvárások, amik voltak a filmmel kapcsolatban előzetesen a fejemben, igazából azt meg maximálisan hozta. Pontosan ugyanezt éreztem én is. Azt pedig, hogy itt mennyire beszélünk egyébként mesterséges intelligenciáról, az ugye egy nagyon véleményes dolog a Ghost in the Shell esetében, mert az alapsztorit tekintve az, hogy egy emberi agyat beültetnek egy kiborg testbe, az még önmagában nem minősül mesterséges intelligenciának. Amitől viszont ez a csavar a kiborg testbe ültetett emberi agy versus MI vagy AI között van, azt szerintem éppen az, hogy az embernek úgy tűnik, hogy van egy ilyen korlátozott teste, ami ugye a robottest, éppen az adja azt a töbletet, amitől ő feljebb, amitől ő ki tud lépni az emberségből. És ugye a főszereplőnek pontosan ugyanezek a vívódásai, hogy oké, hogy tehát az egy dolog, hogy nagyot ugrok, erős vagyok, röngel szemem van, és egyébként meg soha nem kell, nem tudom, odafigyelni, hogy mennyit csokit tegyek meg, mert mindig pontosan ugyanakkor a derekam, de ezen kívül ott van az, hogy az emberi tudatom az korlátozva van a test által, de ugyanakkor mégiscsak valamennyire boostolja ugyanez a test. Tehát ez egy ilyen nagyon kettős érzés lehet, szerintem ezt mi nem is nagyon tudnánk elképzelni. Nekem picit a közösségi oldalak használata jutott egyébként eszembe, egy nagyon-nagyon oldalról, ahol ugye ugyanez van, hogy van egy ilyen nagyon tökéletes képet mutatunk magunkról, de hogy mögötte, azaz ez esetben a testen belül mi van konkrétan, az pedig jó esetben csak mi fogjuk tudni. És ez, hogy egyébként nem kaptuk meg az animének ezt a szellemiségét, én ezzel nem teljesen értek egyet. Szerintem az anime nagyon sok helyen pontosan ugyanazt csinálja, mint ezek a kelet-európai távolban nézős művészfilmek. Valaki elmond valamit, és az anime figurák így állnak másodpercig, és akkor ott nagyokat kell gondolni. Most itt szerintem a nagy gondolkodó szünetek vannak kihagyva, és valóban sokkal jobban le van egyszerűsítve a történet. Amit én kiemelnék, hogy Scarlett Johanssonnek sokakkal ellentétben nekem nagyon-nagyon bejött. És nem csak azért, mert egy jó csaj, hanem mert hogy valahogy jól formálta meg ezt a figurát. Én pont őt éreztem gyengének, tehát
ahogy elképzelek a fejemben egy androidot, az nem feltétlenül úgy viselkedik, mint ahogy a Scarlett Johansson tette. Nekem kevésbé jött át, de ez már tényleg csak ízlés dolga. Viszont Ádám megerősít minket egy picikét, szerintem nagyon jó volt, úgyhogy láttam mind az animét, mind a filmeket, mind látványilag, mind karakterek nagyon hasonlítottak az animékban lévőre. Ez mondjuk tény és való, és ezt én is kiemelném, hogy ez a nagyon szögletes, nagyon cyberpunk világ, ami a 95-ösben ott van, nagyon jól át lett emelve ebbe a filmbe. Sőt. És az, hogy nem ilyen lekerekített, nagyon futurisztikus járművek mászkálnak, hanem tényleg kocka, Mitsubishik és nagyon menő Honda motorok, tök király volt. Az egyetlen bajom, hogy nem volt elég színes ez a világ. Igen. De ezt egyébként a legtöbb blockbuster esetén el tudjuk mondani, minden ilyen nagyon metál szürke akar lenni, és ettől próbál nagyon futurisztikus lenni. Gondolj bele az összes Transformers filmre, ott az nem lesz sikert napon. Nem, persze nyilván nem, de olyan szinten meg együtt kell emlegetnünk, hogy mindegyikben rengeteg a vizuális effektus, mindegyik arra törekszik, hogy minél inkább realizálja azt a dolgot, ami ott zajlik. És akkor mondjuk egy másik teljesen elnagyolt párhuzamot, mondjuk a DC-nek a filmjei. Tehát a Batman vs. Superman. Belementél szerintem tudom, az erdőbe. Tudom, hogy megint besétáltam a pömpölő erdőbe tátott szájjal, de én ezt vállalom, tehát egyáltalán nem hiteles, tehát ez a nagyon sötétre vett, nagyon dárkos, kodó, Batman vs. Superman, hát hagyjuk már. De most nem ezért vagyunk itt. Valaki azt kérdezi, méghozzá Zsuzsanna. Ja várjál csak, bocs, itt az Ádám, aki itt szóvicceket gyártott azzal kapcsolatban, hogy milyen ezbetűs szavakat emel ki, oda teszi, hogy a szárnyas kettő színes világ lesz. Egyébként baromira bízom benne, hogy a szárnyas fejvadász az ilyen értelemben kicsit hasonló lesz, mint a 78-as eredeti. Aha. Mert hogy abban meg tényleg ezek az épített hátterek és a színes, tehát festett, bocsánat, máshogy mondom, tehát az épített díszletek és a festett hátterek adtak egy nagyon jó hangulatot az egész filmnek, és ezt ebből hiányoltam, remélem, hogy a Szárnyas fejvadász 2-ben lesznek ilyenek. Szerintem viszont a Szárnyas fejvadász az már alapjaiban egy ilyen elég dárkos hangulatú film, tehát már díszletében is, de nekem azért furcsa egy picit a párhuzam. Viszont, amit meg a Ghost in the Shell-nek hát fel lehet róni, vagy a számlájára lehet, nem tudom melyik pontosabb kifejezés, hogy nekem végig ez járt a fejembe, hogy valaki ellopta a Szárnyas fejvadász 2 látványterveit, és gyorsan megcsinálta a Ghost in the Shell-ben. És ugye az a látvány orgia, amit gyakorlatilag ebben a filmben van, az teljesen hiányzik az animéből. Gondolj csak bele a mindenhol jelenlévő különböző vallási diverzitásnak a jelképeire, hogy itt van egy Buddha hologram, ott van valami kínai viharistennek a lenyomata, ott van egy ilyen techno-Jézus hologram az egyik Torahez oldalán, és mindezek mellett még maga a lakosság összetétele is ilyen baromira nagyon-nagyon színes, ami az animében egyfelől nincsen kiemelve, másfelől ezek az óriási aranyhalak, amik úszkálnak az utcán, hát nekem baromira bejön. Amellett a semmi értelme nincsen. Mondjuk én el nem tudom képzelni, hogy egyébként ez a valóságban hogyan néz neki. Tehát eleve, amikor a telefonodba vagy beleszerelmesedve az utcán, és nem nézel föl, és elüt egy autó, és akkor mondjuk ez még meg lenne fejelve azzal, hogy melletted úszkálnak ezek a hülye aranyhalak, hogy mindig így rácsodálkozná, amikor megjelenne mellette, tuti, hogy elcseszne egy autóbusz. Ádám azt írja egyébként, nem szóvicceket gyárt, hanem nyelvtörőket, de azt is írja, hogy a trailer alapján Loopgym-nek tűnik a Ghost, mint a Szárnyas 2 lesz, és kicsit steampunkosabb, vagy tévedek, kérdezi. Hát steampunk az nincs benne, és hát szerintem egyikben sem igen, lesz. Tehát a steampunkot azt úgy kell elhelyezni, hogy az egy ilyen alternatív 19. század, gőzzel megy minden. Igen, tehát a Wild Wild West az például igen. Egy ilyen steampunk cucc, ugye ez a brit irodalomban nagyon-nagyon közkedvelt téma, általában a viktoriánus kori Angliában van elhelyezve a történet.
ha mondjuk mi gyártanánk steampunk filmeket, akkor valószínűleg a 48-as forradalom is környékére helyeznénk ilyeneket. Vagy hát erről agyaltunk legutóbb, hogy milyen jó lett volna egy steampunk kincsem film, igen, egyébként, igen. Ezt mennyire néztük volna. Igen. Szóval, hogy mennyire steampunkos, semennyire, de hogy cyberpunk az igaz. Tehát, hogy az létező dolog. Hogy melyik low budget, nem volt egyáltalán low budget a Ghost in the Shell, nagyon, nagyon szép volt, tehát így költöttek rá rendesen. Igen, én nem éreztem azt egy pillanatig, hogy itt húztak volna a költségvetésből, de tudod, azt sem éreztem, ami azért ezeken a blockbustereknél mindig nagyon-nagyon ki szokott türemkedni a vászorról, hogy na látjátok, még ide is pénzt rakunk, hogy nektek minél jobban ki legyen szolgálva a vizuális igényetek, és engem nekem ez tökre tetszett ebben a filmben, hogy nem volt, hogy is mondjam, tehát nem elsősorban a látványa miatt volt látványos, hanem a látvány nagyon jól kiszolgálta a történetet, és nem akarták eladni a szar történetet egy nagyon jó látvánnyal. És amit még kiemeltél ezzel kapcsolatban, azt is fontos elmondani, hogy a nagyon sok film, nagyon sok blockbuster esik abba a hibába, hogy van kb. Az elején egy ilyen nagy, hatalmas akciószekvencia, utána közte egy pár kicsi, és akkor a legvégén egy nagy, baromi nagy. László közben kérdezi, milyen filmről beszélünk, Ghost in the Shell-ről, csak gyorsan mondjuk meg neki. Okay. Egyébként Laci, aki kérdezte ezt, azt mondta, hogy a háttér miatt hitte azt, hogy rapperek vagyunk. Wow. Jó. Jó. Nem, ezt igazából ilyen mozis háttérnek szántuk valójában. Beindíthatjuk a rap karrierünket ezek szerint. De hogyha van plakátotok otthon, ami már nem kell, küldjétek el, fölrakjuk azt. Vagy bármi, amit újságból ki lehet vágni. Régi Bravo, vagy In magazinból akár. Igen, egy David Hasselhoff poszternek marhára örülnék. Várjuk a David Hasselhoff poszter felajánlásokat ide a szerkesztőségbe. Szóval visszatérve a szekvenciákhoz, van az elején egy baromi nagy, és a végén egy hatalmas akcióorgia, és a kettő között meg ilyen sok pici. Na most a Ghost in the Shell-ben nem így van, itt folyamatosan vannak ilyen akciószekvenciák, amik nem lépnek ilyen hatalmas nagy amplitúdóval így a vászonra, hanem így nagyon szépen szinten tartják ezt a történetet. Végén van egy nagynak mondható valami, de hogy az sem igazán... Nem is igazán a legjobb is, szerintem. Nem is a legjobb. De hogy nagyon jól vannak adagolva ezek is. Hát, hogy gyakorlatilag nincs meg az az élményed, ami bármilyen akcióorientált látványfilmnél, hogy ahogy mondta László is, hogy fel van szabdalva a forgatókönyv, és tudod, hogy mikor, milyen akciószekvencia jön, hanem gyakorlatilag mennyi 8-9 akciójelenetet számoltunk körülbelül. Igen. És ezek végig kitartanak a filmben, és attól nagyon-nagyon tetszett nekem, hogy például van egy jelenet, ami egyébként a trailerben is benne van, hogy Motoko oda van bilincselve egy táncrúdhoz. Milyen rúdnak hívják azt? Rúdtánc. A táncoló rúd, nem a táncoló rúd, amin a lányok rúd táncol. Az egy rúd. Nincs rúd. Semmilyen jelző? Nincs. Tehát Motoko oda van bilincselve ez a rúdhoz, amin táncolnak mások. És például az egy ilyen nagyon-nagyon rövid kis akciójelenet, szerintem nincs pár perc az egész, de nagyon-nagyon-nagyon jól néz ki, és tök furcsa ilyet mondani egy ilyen science fiction kapcsán, de hogy tök hiteles. Tehát, hogy ebben a világban a saját maga felállított szabályoknak tökéletesen megfelel, nincs benne semmi olyan túlzó elem, ami már mondjuk az animében ne lett volna, meg gondolok itt a filmvégi boss fight-ra, ahol az animében, hogy így emlékeztek, mikor Motoko leszakítja a tank tetejét, hát ott az animében talán még brutálisabb, mint ebben a filmben, mert ott minden elszakad, ami létezik. Itt egy picit megsebesül, és nem akarok mondani ennél többet, de végig azt éreztem, hogy igen, hát valószínűleg egy ilyen kiborg testbe zárt ex-rendőr néni, vagy ilyen akcióhős néni, az így harcolna a gonosz mesterséges intelligenciákkal. De mondjuk szerintem ez annak is köszönhető, hogy ez nem történt meg a filmben, hogy azért mégiscsak PG-13 volt. Tehát nálunk 16-os karikával fut, Amerikában 13 éven aluliaknak szülői felügyelettel ajánlott, és hát emiatt sem volt mondjuk ilyen überbrutális az egész.
Sőt, nagyon sokan hiányolták, hogy ugye az animében azért a Motokónak látszanak a mellbimbói például, és hát azért a Scarlett Johanssonnak az android testére ezek így nem voltak rá applikálva. Nekem mondjuk tegyük hozzá egyáltalán nem hiányoztak, annak ellenére, hogy nagyon szemrevaló látványnak tartom a Scarlett Johanssont akárhogy, de nekem ez egyáltalán nem volt fontos. Nem, mert itt szerintem, amiről nagyon sokat beszéltünk már mindenféle filmnek a kapcsán, hogy hiába szeretjük férfiként a jó nőket, alapvetően viszont én tök megalázó érzem magam pasiként, hogyha egy film azzal akarja a főszereplőt magát, vagy velem megkedveltetni, hogy jól néz ki. Hát, de hogy nem azért nézek meg egy filmet, mert jól néz ki benne a csaj. A Ghost in the Shell eredeti animében lévő főhős csaj is jól néz ki, de nem ettől érdekes a film. És szerintem ezt lehet, hogy ez az, amit egy picit próbáltak, remélhetőleg, megváltoztatni, hogy ezért nem mutattak bimbiket, és ezért volt csak 16-os karika. De nem is hiányzott, tehát hogy... Nem, egyetlen nem. Itt a szexizmus az olyan szinten egyébként az animében sincsen benne, és nem arról szól, hogy ebben a filmben aztán pláne nem kellett. Sőt, nagyon sokszor elmondják egyébként a filmben, hogy ezekkel a testekkel nem lehet kamatyolni. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon egyértelművé van téve, hogy te, kedves főszereplőnek, az agyad az egyetlen dolog, ami igazi benned, minden más az egy robottest. Tehát, hogy nem is nagyon foglalkozik ezzel. Nekem tudod, ki tetszett két szereplő a legjobban? Mond. A Batu nevű csávó. Megleptél. Fú, hát ő nagyon zseniális volt. Remek volt. Ő egy az egyben Batu. Tehát kérdeztétek, hogy mennyire voltak hasonlóak az animében látott karakterekhez. Eléggé. Tehát az, hogy mondjuk a Motoko nem volt ázsiai, hiszen Scarlett Johansson nem az, ettől eltekintve az összes szereplő meg baromi jó volt. És egyébként volt ez a teljesen elnagyolt whitewashing botrány a filmmel kapcsolatban, és az, hogy a Scarlett Johansson, vagyis ugye a főszereplő Motoko miért nem ázsiai, arra egyébként egy nagyon jó választ is ad a film, nem spoilerezzük el, de kiderül belőle. Úgyhogy teljesen indokolatlan is túltolt volt. A Zsuzsának kérdezi, hogy de akkor ugye ez nem lett olyan botrányosan rossz, mint annak idején a Dragon Ball film. Kedves Zsuzsa, én a Dragon Ball filmet nem néztem meg. Én láttam, és egy lapon sem lehet említeni. Tehát, hogy a Dragon Ball film az a megerőszakolása mindennek. A gyerekkorodnak. Egy emberiség elleni vétek. Az amerikaiak vendettája a japánokon, nem tudom, tehát hogy így borzasztó volt, a Ghost in the Shell remake-e viszont remek volt. Ahogy a kísérő szövegben is írtuk, így kell valahogy remake-et készíteni. Remek remake. Ezt azért kihagyhattad volna. Nem tudom, gondolkodtam. De most tehát, szégyeld el magad. Jó, egy picit keresek egy képet Scarlett Johanssonról, és addig húzz el. Rendben, Ádám itt nagyon-nagyon kérdezgeti azt, hogy szóval ki az a híres színész, aki már ritkán játszik, de feltűnik a Ghost Nitto jelenetében, és 3 évvel egy híres zenész testvére. Hát Ádám, nem tudok neked erre a kérdésre válaszolni, de nagyon örülnék, hogyha megírnád. Mortal Kombat filmről beszél ugyancsak Ádám. Nekem van egy kis guilty pleasure-öm, amit mondjuk előtted nem kell már bevallanom, de én nagyon imádom a trash filmeket, így a Mortal Kombatnek bármelyik részét. Egyszerűen, hogy mondjam, ennyire rosszul megcsinálni valamit szerintem már-már valahol egyfajta művészet. És a Ghost in the Shell nagyon nem tartozik bele ebbe a kategóriába, mert ahogy a László mondta itt tréfása, hogy remek remake, én még azt is megkockáztatom, hogy ez nem kizárólag remake-ként kell értelmezni, hanem egyfajta így az eredeti történet szintbe hozását a jelenlegi korhoz, látványban mindenféleképpen. Történetben ez szerintem véleményes, és mindenki döntse el maga, hogy mennyire volt jó. Szerintem egyáltalán nem gátolja az értelmezést az, hogy egy picit más történetet kapunk, mint az eredetiben. Na, közben megtaláltam azt a képet, amit nagyon mutatni szerettem volna, nem tudom, hogy mennyire csillog, mennyire látható. Ezen a képen azért így látszik, hogy akármennyire is szép és csinos nő ez a Scarlett Johansson, azért egyáltalán nem mentek rá arra, hogy mondjuk így soványítsanak rajta, vagy vékonyítsanak rajta. Tehát, hogy ez a nő olyan, mint ahogy egy nőnek általában ki kell néznie. Hát husi ki is... kell, az nem igaz. Nem, jó, a kell az hülye kifejezés, de hogy tehát husi is a combja, van hasa,
Nem tudom. Hát ilyen emberszerű. Tehát, hogy emberszerűen néz ki, és a Scarlett Johansson, hál' Istennek már tett azért egyébként, hogy ez a nagyon idealizált nőképet ő egy kicsit rombolja, tehát ugye a mi volt a, nem Under the Skin, hanem a, mi volt a... Nem, de volt a, amiben űrlényt alakított. Ez volt a... Under the Skin. Az volt az Under the Skin. Az Under the Skinben, ugye teljesen pucér, anyaszült mesztelenül jelenik meg többször is, és hát annak a filmnek a kedvéért azért a Scarlett Johansson nem nagyon ment el az edzőterembe gyúrni, meg hasonlók, hanem kifejezetten nem nézett ki jól, és direkt úgy volt fotózva, vagy fényképezve minden egyes jelenet, hogy ne legyen vonzó ez az egyébként nagyon szép nő. És emiatt is gondolom, hogy tényleg egyáltalán nem volt szükség arra, hogy ilyen bimbikkel most így elvigyük a figyelmet afelől, hogy egyébként mi ez a film, és az, hogy sok egyéb más olyan filmmel ellentétben, ahol nyilvánvalóan egy zöld szedben játszik a színész, nyilván megtehető az, hogy nagyon vékonyítsák, hát a Scarlett Johansson nem csinálta ki ilyesmit. Sőt, én hogyha jól tudom, akkor itt nagyon sokszor az volt, hogy magukat a szereplőkre nem adtak, ugye például a Scarlett Johanssonra nem adtak ilyen zöld kosztümöt, hanem ott neki egy megépített kvázi páncél ruhája volt, amit magára tudott ölteni. Egyébként nagyon érdekes, hogy az Adam Savage volt ennek a filmnek az egyik ilyen nagy tanácsadója, egy filmtrükkök tekintetében. Hogyha emlékeztek még a nagyon-nagyon-nagyon régen, de lehet, hogy még most is megy, bár én már nem követem, a Discovery-n volt a Mythbusters című sorozat, és abban ugye két egyébként filmes trükkökkel foglalkozó szakember különböző legendákat vagy mítoszokat próbál lerombolni, és az Adam Savage volt mindig a vicces, szemüveges csávó, aki minden kísérletet bevállalt, és ő segített ennek a filmnek például a különböző technikai kivitelezéseiben, például abban a legelső jelenetben, ahol a négylábú robot gésa, orgyilkos robot megpróbálja elkapni az egyik színészt. Egyébként az is egy szenzációsan jól megcsinált jelenet. Tehát, hogy így nem tudnék most ennél sokkal rosszabbat mondani a Ghost in the Shell-ről. Igen, tehát az előző héten, amikor beszélgettünk az életről, akkor az volt a kritika az irányunkba, hogy mi állandóan csak fikázni tudjuk a filmeket, hát itt az ellenpélda, hogy nem. Tehát, hogy ami jó, vagy legalábbis egy jó irányt mutat, annak mi is tudunk örülni, és ez a Ghost in the Shell esetében pont ilyen. Ádám azt írja, hogy szerint az a cici a CGI, hát én nem értek hozzá, mert... Nem értesz a cicikhez? Most erre bármit válaszolok, az nem lenne túl jó. A lényeg, hogy szerintem teljesen mindegy, hogy Scarlett Johansson mellei CGI cicik vagy sem. Nem ettől lett igazán jó a Ghost in the Shell. Mi benne a rossz mégis? Illetve még egy jó dolgot hadd emeljek ki, a zenéje. Hát az szerintem csodálatos. Eleve ugye az eredeti animének, a filmzenének itt van, nem tudom, legalább 3-4 féle változata, és egyébként az akció jelenetek közben pedig baromi jó ilyen, hogy is mondjam, picit ez a 80-as évek ilyen kiber techno diszkó világa jött be nekem, amit én nagyon-nagyon-nagyon szeretek, viszont a filmnek a zenealbumát még egyszer nem találtam meg a neten. Tehát, ha valaki már találkozott vele, akkor az könyörgöm, hogy linkelje be ez a lapot. Nincsen, mert hogy én is a Spotify-on akartam hallgatni, és nincsen fönt, úgyhogy az elég furi. Egyébként nekem annyira nem volt nagy élmény a zene. Tehát, hogy ha már minden áron akarok valamilyen összehasonlítást tenni a 95-össel szemben, akkor annak a zenéje sokkal jobb volt. Hát autentikusabb a japán egyébként, igen. Ez igaz. Egyébként ami miatt nagyon sokan picsognak, hogy az eredeti főcímzenéjét egy kicsit átértelmezték, és az került ebbe, és hogy nagyon rossz hülyeség, az is tök jó, de hogy nekem például a zene pont nem volt ennyire átütő, és akkor, hogy kell még egy rossz mondanom, akkor nekem a Scarlett Johansson sem, de ezt már említettem, igen, az elején. Igen. Kérdezte Ádám, hogy nekünk mi a kedvenc trash filmünk. Nekem van egy, hát három film van, ami szerintem még te sem tudod, hogy én szeretem őket. Az egyik a Birdemic című YouTube-on megtalálható film. Ebben a Birdemic... szereted? Szeret, király. A Birdemic a Hitchcock filmjét másolja. Jönnek az ilyen kétbites, photoshopolt madarak az égen, amik így repülnek, ahogy mutatom.
és ilyen válfákkal próbálják őket lekapirgálni az égről a színészek, retteltesen rossz. A másik a Deadly Prey című Halálos Ima című akciófilm, amiben van egy olyan jelenet, ahol egy csávó karját letépik és agyonverik a saját karjával őt. De csodálatos! Már-már lírai, hogy úgy mondjam, és a legjobb, amit még nem láttam csak a trailerért, az pedig a Blakula. Egy fekete vámpírról szól. Értem. Az én kedvenc trash filmem a Gyilkos paradicsomok támadása. Ez egyébként a leges-legelső filmélményem ever, ami egyébként akkoriban annyira traumatizált, nem tudom, pár éves koromban, hogy nagyon sokáig nem mertem tévézni és filmezni, és utána a Star Wars volt az első, amit utána megnéztem. Ez egy éles váltás. Éles váltás, igen. Nem tudom, hogy össze volt ez zavaradva gyerekkoromban. De utána már ilyen tizenpár évesként újra néztem a Gyilkos paradicsomok támadást. Nézd meg, Ádám, nézd meg. Gábor azt írja, hogy jobb lehetett volna, ha a filmbe rakják bele az eredeti soundtrackjét. Nem stalistara? Nem a stáblistára. A stáblistára, látvány jó volt, az a másik, az eredeti sztoriból kicsit eltértek 10/7, egyébként ezzel kb. Egyet tudok én is érteni. László kérdezi, hogy a Jean-Claude filmekről mi a véleményetek? A Légió az nagyon jó film. Sőt, az Amazonon lesz majd egy Jean-Claude Van Damme-os sorozat, annak a pilotja már elérhető, még tavaly jött ki októberben, az zseniális lesz. Jean-Claude Van Damme gyakorlatilag Jean-Claude Van Damme-ot alakítja, aki egyébként nem színész, hanem ő titkos ügynök valójában, és a színész az csak egy fedősztori ehhez. Ez egy GCV... GCVD, nem tudom. GCVD, de nem, mert a filmben, mert a sorozatban nem Jean-Claude Van Damme a neve, hanem Fan valami csoda. Aha. Mindegy, Jean-Claude Van Damme a sorozat, a Amazonon egy rész van még fönn, de elvileg idén majd jön, az nagyon jó lesz. Balázs pedig azt írja, hogy nem az alakja kidolgozatlan Scarletnek, hanem csak egy alacsony csaj. Az anime és hosszú combú karakterhez képest van diffi, igen. Hát akkor megtudtuk, hogy mi az oka ennek, hogy nincs túl szexualizálva Scarlett Johansson. Ez tök jó, mert ez azt mondja, hogy az alacsony emberek, tehát mi elég szexik tudunk lenni, anélkül, hogy bármilyen eszköz, ilyen komputergrafikai eszköz is végighajtanának. Igen. Ádám viszont megadta a választ, Jean-Claude Van Johnson, ez a film, ez a sorozat címe. Igen, köszi Ádám. Na jó. Van-e még benned valami a Ghost in the Shell? Szerintem nem. Így még, hogyha itt a Gábor azt írta, hogy ez egy 10-ből 7-es film, akkor igazából én is azt mondom, hogy ez egy 10-ből 7-es film. Szerintem is. Szerinted? 10-ből 7, igen. Jó, legyen egy picit a Ghost in the Shell anime sznoboknak is így kikacsintsak, hogy ez egy ilyen 10-per 6-os jó srácok, és akkor így ezzel szerintem mindenki rendben van, 6,5. Szerintem tök jó. Ami nagyon tetszett, és ez azért mostanában szerintem ritka dolog, hogy ennek a filmnek van egy lezárása, tehát ez nem mutat előre, hogy na ez majd még ebben jön három rész. Igen. Lehet még belőle három biztosan folytatás, lehet. Hogyha nagyon fogják nézni, akkor valószínűleg lesz is, de tényleg, van vége, van befejezése, és nincs stáblista után jelenet sem. Ami egy ilyen tök meglepő élmény, tudod, így lemegy a felirat, és így... Hú, valami hiányos, valami hiányos, valami... De nagyon jó! Ezen a héten jövünk még podcasttel, méghozzá a brazilok kapcsán fogunk beszélgetni. Én nem leszek itt, viszont a Dani igen, a Lolával, úgyhogy egy kicsit a gender arányok megváltoznak, de ez jót tesz majd a műsornak. Aztán újra két nő marad a... Két nő? Hát most így próbáltam humorizálni a gender arányokkal. Ja, értem. Jön a Lola, majdnem sikerült. Igen, igazad. Szóval csütörtökön jövünk még Roboraptor Live podcasttel, tartsatok velünk akkor is. Sziasztok! Sziasztok! Hol volt, hol nem volt. Ennyi volt mára a Roboraptor.